Cirkáló. Korai művek 1968-1975. Pálfalusi Attila képzőművész kiállítása. A Missionárt és a Bodó Galéria és Aukciós Ház közös tárlata. 18 évig a Falk-Miksa utcában működő Magyar-Francia Galéria utódjaként nyílt meg ez az új kiállítótér. A Bodó Galéria és Aukciós Ház elsősorban kvalitásos 19. századi magyar és európai festményekkel, bútorokkal és műtárgyakkal foglalkozik. Ez a fő profil, de a 20. századi modern magyar és nemzetközi festészet és kortárs műtárgyak is felelhetőek itt. A tulajdonos és a galéria vezető az elképzeléseikről beszélnek. Egy új kiállítóteret hoztunk létre. Jó néhány évvel ezelőtt már szerettem volna ezt a helységet üzemeltetni, de akkor még nem jutottam hozzá. És a Magyar-Francia Galéria volt az, amit 20 éven keresztül működésbe tartottam. És azt hiszem, hogy nagyon megérett arra a galéria, és az a szakmai tapasztalat, amit itt a Falk-Miksában össze tudtam szedni, hogy egy nagyobb kiállítóteret is létrehozhassak. És tavaly kezdtünk erről a volt Bikszádi Galéria és Aukciós Házról beszélgetni a tulajdonossal, és megállapodásra jutottunk, és körülbelül egy 3-4 hónap átalakítás után most március 1-ével nyitottuk meg a helyiséget. Törekedtem arra az átalakítás során, hogy minél nagyobb, tágas helyek legyenek, és amennyire ki lehet nyitni a teret, az megtörténjen, és azt gondolom, hogy ez jól sikerült. Amikor az építkezés folyt, a Jurecskó László úr, a Missionárt Galéria egyik tulajdonosa, megnézve az építkezést és az átalakulást, felajánlotta, hogy egy nagyon jó 1970-75 közötti anyag birtokába került, és hogy ez a egységes gyűjtemény, ami Pálfalusi Attila festőművész alkotásait tartalmazza, milyen jól mutatna itt ebbe a modern térbe. És akkor beszéltünk erről, hogy a Pálfalusi Attila anyagnak egy jelentős részének én a kiállított teret akkor biztosítanám. Nagyon gyorsan leszerveztük és megszerveztük, és most már kb. 2 hete nyitva vagyunk, sok látogatóval, sok érdeklődővel, sőt vásárlóval is. Én azt gondolom, hogy ez a régebbi szakmai munkámhoz képest ez egy nagy előrelépés, hogy már nem csak a 19. századi és 20. századi modern dolgokkal foglalkozhatom, főleg festményekkel, hanem egy kortárs, nagyon jó színvonalas gyűjteménnyel is dolgozhatok. Úgyhogy most ezen a kiállításon, és most ez a kiállítás erről szól, ami még körülbelül egy hétig lesz fenn a falakon. És egyrészt a tér is most itt kipróbálásra került azzal, hogy egy ilyen kortárs anyagot tudtunk először bemutatni, mert pontosan az volt a célunk, hogy amikor valaki belép az üzlethelyiségbe, akkor egy nagyon jól átlátható, világos, tágas térrel találkozzon, és ez nekünk is még újdonság beleszoknunk egy ennél sokkal kisebb kis üzlethelyiségből, és azt vesszük észre, hogy egyrészt nagyon jól élnek ezek a munkák a térben, főleg a változatos színviláguk miatt, hogy majdnem mindegyik sarok egy egyéni színvilágot kapott. Ezt megpróbáltuk variálni is a színeket, de valahogyan úgy esett a választás, hogy ha egységesebb blokkokat alakítunk ki a térben, akkor az egy egységesebb hangulatot kölcsönöz. És
ahogy mondtad, elég sokan jönnek végignézni, olyanok is, akik ismerik esetleg a művésznek a munkásságát, vagy magát az iparterv csoportot, vagy ismerik esetleg ezt a csurgatásos technikát és a módszert, amivel dolgozik, és turisták, külföldiek is, akik ugye talán még nem találkozhattak Pálfalusi Attila művészetével, úgyhogy nekünk ez egy nagyon jó indulás, hogy itt tavasszal ezzel tudtuk elkezdeni. Azzal, hogy egy ilyen nagy helységbe költözhettünk át, sokkal nagyobb lehetőség van különböző korszakok gyűjteményeiből válogatni, illetve bemutatást tartani. Egyelőre az éves terv az úgy néz ki, hogy össze szeretnénk majd még egy komolyabb nagy kiállítást, valami hasonlót, mint ez, kortársba gondolkozunk, és a kortárs kiállítások közt pedig egy olyan galériás anyagot szeretnénk feltenni a falakra, ami a 19. századi festészettel foglalkozik, amivel én ugye 20 évig dolgoztam, illetve jó minőségű modern magyar festészet, az, ami a repertoárba beillik, és emellett a ma élő kortárs és gyűjtők által kedvelt darabokat is szeretnénk kínálni. Itt a nagy tér és a tér szabdalhatósága, illetve hát a mobil falakkal történő kialakítás az teljesen alkalmas arra, hogy különböző stílusokat egyszerre mutassunk be, és különböző stílusokat igényesen tudjunk kínálni. Tehát mint egy galériás életmódhoz visszatérve, azért a falakon szereplő dolgokat próbáljuk meg majd értékesíteni, és hát próbálunk egy szakmai tervet, egy közép-hosszú távú szakmai tervet is kialakítani, de ez még egyelőre folyamatban van. Tulajdonképpen ugye egy évig állt majdnem üresen ez a helyiség, és ez így a környékbeliek fantáziáját is nagyon mozgatta, hogy vajon ki fog itt üzletet nyitni, és amit megnyit, az vajon ismét egy galéria lesz, aukciós ház, vagy valami teljesen más témakör. Tehát az a szerencsés helyzetünk, hogy ez egy olyan helyiség, amit mindenki nagyjából galériának és aukciós háznak vár, és ezért most így a kezdeti időszakban is elég könnyen megtalálnak minket, olyanok is, akik addig esetleg nem ismertek, vagy oda a pici helyiségben nem fáradtak be hozzánk, de most így a rengeteg portálnak köszönhetően könnyebben ránk találnak. Pálfalusi Attila rejtőzködő művész, azaz nagyon keveset állít ki. Ez a tárlat is közel 30 év után tudott megvalósulni. Az apropót a Bodó Galéria és aukciósház megnyitása és a Mission Art Galéria újra rátalálása a művészre adta. Ugyan termékeny művész Pálfalusi, de mivel nem szeret reflektorfényben lenni, nehéz volt összehozni a tárlatot. De nagyon is megérte. Kishonti Zsolt művészettörténész, a Mission Art Galéria tulajdonosa beszél nekünk arról, hogy mit kell tudni a művészről és ezen korai munkáiról. Egy kicsit ezt a 1968-1975 közötti kort is megidézzük. Akkor gyerekek, van a szolgálatban, kollégák és gyerekek. Bodó János, aki a házigazdánk itt, és ez a kiáltott tér az ő ragyogó galériája, ami most nyílt 3 hete ezzel a Pálfalusi Attila kiáltással. És hát olyan szerencsénk van, hogy mi Jánossal régen ismerjük egymást, és mikor megtudtuk, hogy ezt a szuper helyet ő megszerezte, amire nekünk is fájt a fogunk, de hát olyan sokba került, és nem tudtuk megvenni. Hogyha már ez megvan, és egy ilyen ragyogós, nagyértékű kiáltó teret tudott létrehozni, és bár ő főleg más profillal, tehát klasszikus 19. századi festészettel foglalkozik, és szárazforduló festészetével, hogy akkor mégis egy ilyen felütésnek egy ilyen modern kiáltást hozunk hozzá, sőt, az a tervünk, hogy egy ősszel, vagy talán már hamarabb is meglátjuk, de ősszel mindenképpen folytatjuk ezt, és minden évben legalább 2 ilyen közös kiáltást szerveznénk, ami
hát ilyen klasszikus kortárs vagy a kortárs felé mutat. Igen, hát szeretettel üdvözlök mindenkit, én is a társaságot nem ismerem, remélem majd azért többször találkozunk, akkor ismerősök lesztek. Tehát én egy kis galériából költöztem át, és régóta szerettem volna én is ezt a helyiséget megszerezni, most sikerült, és azt gondolom, hogy a klasszikus festészet értékesítése mellett ez egy hihetetlen lehetőséget ad ez a nagy tér, és amikor ezt csak átépítettük ezt a termet, akkor találtak meg ugye a miskolci fiúk, úgymond a Jurecskó Laci és a Zsolt, hogy van egy nagyon-nagyon jó anyag, és hogy milyen klassz lenne ennek a megnyitása környékén ezt kiállítani. És fotón láttam, nekem is nagyon megtetszett, és nagyon jónak tartottam, és így jött létre ez a kiállítás, és nagyon örülök, hogy ezzel kezdhettük a dolgokat, és hát nagyjából én nem szaporítanám a szót, a szakmai részt ezt a Zsolt a továbbiakban tolmácsolja meg. Na, köszi szépen! Na, mi legyünk dolgozni. Jó. Szóval, hogy ugye ezek kiáltott képek Pálfalusi Attila nevű festőnek a művei, aki Miskolcon él, ott is kezdte, és hát most 75 éves körül van, most nem akarok számolgatni. Főleg ott élt, egy időben Tiszaújvárosban dolgozott, a régen Lenévárosnak hívták, és ott volt egy olyan festő, aki például Pataki Gábornak hívták, aki például a Bukta Imre, az ő szárnyajáról nőtt ki, és a Pálfalusi Attila az ő szakkörében kezdett dolgozni. Tehát egy olyan nyitott figura volt, aki kutyára tudott engedni ilyen embereket, akik hát ilyesmi dolgokra voltak, nem is sokkal később képesek. Mi már rendeztünk egy kiáltást az Attilának ezelőtt 8 évvel, 2010-ben, ugyanazon a helyen, ahol említettem, hogy szemben velünk volt a Bizakodás kora című kiáltás. Részben egy néhány korai műve szerepelt ott, részben egészen mostani újabb munkái. Imádja a nagy dimenziókat, tehát most még ezeknél is jóval nagyobb méretű képeket is fest. Ez a kiáltás annyiban egyedülálló eddig. Nem volt még olyan tárlata Attilának, amelyen csak a korai munkái szerepeltek volna. Ez 1968 és 74 között készültek ezek a képek. Na most, ami szenzációs benne, és most kár, hogy nem hoztam át a Seres Lászlónak a kiáltási katalógusát, amit csak kézbe vettem az előbb, és mutattam nektek, ő is miskolci volt, és ő volt az, aki 30 évig nem festett, és ő is a 60-as évek vége felé, aztán ő persze disszidált Amerikában 68-ban, de a lényeg, hogy őnek is volt egy bizonyos izoláltsága, hiszen biztos mindenki tudja, hogy azért Magyarország eléggé ugye Budapest központú város, tehát nagyon sok minden itt történik. A fontosabb intézmények, a folyóiratok, a kommunikáció központja, a kiállítóhelyek, és egyáltalán, ha valami fontos történik, azoknak a nagyon nagy része jelenzően Pesten zajlik, és aki nincsen benne ezekben a mozgásokban, az gyakorta kívülreked sok mindenem. Na most Pálfalusi Attila szándékosan, tehát ő kifejezetten választotta ezt a fajta remete életet, tehát soha nem akart. Ugye írja is valahol, vagy nyilatkozni egy interjújában, hogy mindig zavarta, hogyha őt művésznek hívták, ugyanúgy egy ilyen félig mérnök ember, technikus volt, és a Tiszaújvárosi fűtőműnek volt, ami fő energetikusa vagy technikusa. Tehát fél lábbal ő egy műszaki ember volt, és fél lábbal lett ő így a Pataki János mellett festő. Ami nyilván fontos momentum az életében, hogy összebarátkozott egy véletlen folytán Konkó Gyulával, aki már akkor ugye egy jelentős figura volt, hiszen a 60-as évek közepén, második felében ő már kiállított és konceptuális munkákat készített, performance-okban vett részt, festett a fotókat készített például, vagy ő mondjuk ott volt az iparterv művészei között. És az ipartervhez, nem tudom, az iparterv így megvan nektek, hogy az micsoda? Iparterv kiáltások, vagy iparterv generáció, úgy is hívják ugye őket. Ez ugye egy ilyen sorsfordító időszak volt, és egy halatlan izgalmas
korszak volt, még 1966-tól a 70-es évek elejéig. Elképesztő, milyen zsibongás volt a magyar művészeti életben. Érdekes, hogy ezt kíváncsiak, hogy ezt mondjuk utólag látjuk így, vagy ők is így élték meg, szerintem ők nagyjából. Tehát, hogy ugye mindig nehéz rálátni a kortársi művészetre, és egyáltalán a kortársi folyamatokra, hiszen a közelség az nyilván zavarja az objektivitást, zavarja az objektív látást, sokkal nehezebb ugye a mai, ma a közellevő dolgokra újra látni, mint mondjuk a 30-40 évvel ezelőtti eseményekre. Tehát ugye azt látjuk, hogy a 60-as évek közepétől, tehát 10 évvel 1956 után, a forradalom után valami hihetetlen erővel jött elő egy olyan fajta modernizmus, amit aztán később neo-vangard jelzővel illettek, és hát számos kiáltóhely kapcsolódott be olyan szinten a művészeti életben, ami nem is voltak kiáltóhelyek, tehát mit tudom én, egyetemi kollégiumnak az épülete, vagy a Központi Fizikai Kutatóintézetnek a PRISZ klubja, vagy ugye éppen az iparterve, mert egy építészeti műtenem volt, ennek a földszinti aulája, ahol ez a bizonyos két kiáltás 1968 és 69-ben egymáshoz nagyon közel ugye létrejött. Szóval, hogy érdekes, hogy a tervezett és a spontán folyamatoknak egy olyan jó együttállása valósult meg, amik erősítették egymást. Ez a sok kicsi, spontán kiáltó hely, amik azért voltak praktikusak, például az iparterv is, mert ugye akkor, hogy nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában az akkori korra, hogy ugye zsűriztetni kellett, volt a képzős iparvezeti lektorátus, a kiáltásokat jóvá kellett hagyatni, a műveket le kellett zsűriztetni, ugye volt Acél György, nem tudom, mond valakinek valamit, Acél György neve. Igen, ki volt, de jó, hát oké, nekünk könnyű. Szóval, hogy ugye, aki egy korlátlanul volt, bár én különben, ha a mai kulturális közéletről beszélgetünk, én azért pozitív példaként szoktam felhozni, mégpedig hiába egy diktátor volt, és ugye tök jó volt elmenni, mit tudom én, a fiatal közönség stúdiójának a kiáltás megnyitójára, körbejárt, nagyon szuper, majd beszállatta és hazament. Szóval, hogy így viselkedett ő, de őt legalább érdekelte a művészet. Na most, hogyha megnézzük a mai, vagy a 10, vagy a 20 évvel ezelőtti, 90 a rendszerváltás utáni politikai elitet, mit tudom én, Rockenbauer Zoltánt leszállítva, egyetlen politikus nem tudok mondani, aki érdekelt volna akár a klasszikus, akár a kortárs művészet, nemhogy még bele is szólt volna, tehát is ráadásul a célnak, mondjuk, most nem akarom őt itt egekben megasztani, de volt fajtásérzéke. Tehát tudta, hogy mitől kell félni. Szerintem egy mai politikusnak fingja sincs, hogy mitől kell félni, bár most már perzegetik éve hova. Tehát lényeg, hogy nagyon nehéz az, hogy például Miskolcon mondjuk az utolsó olyan tanácselnök, aki kiáltás megnyitóra járt, az Kovács Zoltánnak hívták, 1990-ben ment nyugdíjba, és ő volt a utolsó kommunista tanácselnök Miskolcon. Azóta egyetlen polgármester se jár Miskolcon 28 éve kiáltás megnyitókra. Szóval, hogy valami úgy átalakult. Tehát szidjuk ezt a volt kommunista rendszert, hát azt meg is érdemli, és szörnyű volt. Mindenesetre, és pont most nem volt nálunk, most egy kicsit csapongok, Kéri Ádám, aki egy nagyon konceptualista művész volt, szobrász és fotós, és hozta be a kis monográfiáját, amit még Bán András írtak, most éppen a műsorokban dolgozik, és nézem hátul, ez a kortárs művészet sorozat kiskönyvtár a 78. kötet volt. Szóval, hogy hát ilyen volt, gondolj, nem elképesztő? Hogy 78 kis kötet jelent meg kortárs művészekről, tehát, hogy persze, hogy ugye szar volt az a rendszer, minden, de hogy volt egy olyan rend, aminek volt egy ilyen svungja, és akkor kiadták ezeket a kis köteteket, és hát hol van ma ilyen, hogy kortárs művészetről 78 kis monográfia jelenik meg egy sorozaton belül. Szóval, na mindegy, ez a kommunizmus diszkrét bájába ez ület tartozik ez a dolog. Szóval, hogy sem tudom, hogy te majd abbatán Konkolynál, meg az iparternél, igen, hogy az ipartervesekhez, mert ugye látjuk, hogy időben abszolút ez a kort. Itt járunk, 1968-ban születtek meg az első képek, és tök kár, hogy
innen eladtam ezt a képet, amit már is vittek, a Ficánkát, mert hiszen az első, legelső korszakában készült, 68-as évben és előtte készült képei, azok ilyen szabad gesztusokból épültek föl, tehát az a fajta gesztus festészetet művelte ezek előtt, a képek előtt az Attila, amiket mondjuk a később az Ipater, mondjuk a Tóth Ende vagy a Frey Christian művelt, aztán később persze ők is váltottak, de mindesetre ez a fajta geometrizmus, ami később megjelenik, még hogyha ez bizonyos laza struktúrában nyilvánul meg, ez csak később következik benne nála. Szóval tulajdonképpen az ő művészetét, mármint az Attila művészetét nem is nagyon lehet, legalábbis azt a kicsi időszakot így korszakokra bontani, ő valahogy egy ilyen nagyon spontán módon rájött erre a fajta minimál struktúrákat előállító technikákra, részint sorgatta ezeket a képeket, részint festette őket. Igazából ő nem nagyon akart, mint ahogy mondtam, nem akart ő semmiféleképpen művészként szerepelni és művészként létezni. Tehát ő teljesen kerülte az egyáltalán a művészeti intézményrendszert. 1968-ban egy kiáltást rendezett Tiszai városban azokból a műveikből, amikből most pont egyet sem látunk, ezekből a gesztusszerű képeiből, és utána aztán 30 évig nem állított ki, szóval gondoljatok el, hogy valaki úgy festi, aki is közben egyfolytában dolgozott, több száz képet előállítva, hogy 68-tól 99-ig nem állít ki egyáltalán. Tehát úgy alkot valaki, semmiféle visszajelzést és kortársi közegben való megmerítkezést nem kap. Tehát nincs ebben része. Ami nyilván nagyon lehet. Jó, egyedül a Konkoly volt, aki már ugye kiment Párizsba, és ővel levelezett, és küldtek egymásnak fotókat, de tulajdonképpen ilyen szempontból egy teljes izolátságban élt, úgyhogy egy nagyon fura az ő életpályája, ami gyakorlatilag máig tart, hiszen ma is egy teljesen cigáteltségben él ott Miskolcon.